És erről szeretnék pár szót mondani, hogy a fejlesztés maga hogy folyik, mint informatikai szempontból. Tehát, hogy kik vagyunk mi, egy kis történelem először, és némi háttér, ez a GeoGebra, a geogebra.org-on tudjuk elérni. Ez egy több mint 50 nyelvre lefordított matematikai oktató szoftver, eredetileg Jávában íródott, ingyenesen felhasználható, a forráskódja ingyenesen elérhető, és bárki megnézheti és kipróbálhatja. Igazából hát a 2000-es években írta, mindjárt mondom, hogy kicsoda. Itt most a csapatot láthatjuk, hogy hányan vagyunk. A felső kettőt majd rá fogok közelíteni pár emberre. A felső rész, ők a fejlesztők, az alsó rész az pedig az ilyen support, stáb, tehát akik a PR-t csinálják és hasonló dolgokat. Ez egy fix fejlesztő csapat. Egy részünk kap érte fizetést, más rész az mint open source projektet, mint mondjuk a Linuxot, vagy valami hasonló mást fejleszti. És persze ezen kívül rengeteg más fejlesztőnk is van, aki küld be kódot, vagy patchként, vagy pedig az SVM-be, attól függően, hogy alakul. Közelebbről, hogy megnézzük ezt a kis csapatot, Markus, ő a főnök ennek az egésznek, ő csinálta, készítette a GeoGebrát, és most ezen a Johannes Kepler Egyetemen tanít Linzben. Most erről annyit érdemes tudni, hogy itt van egy olyan tanszék, ahol ő a tanszékvezető most, és olyan matematikai, tehát konkrétan matematikai oktatási szoftverekkel foglalkozó tanszék. Ez az egyetem azért érdekes, mert itt fejleszték ki a komputer algebrai rendszereknek az alapját, egy olyan rendszert, amivel olyan feladatokat, én nem vagyok matematikus, de olyan feladatokat lehet megoldani számítógép segítségével, amit eddig azelőtt, mielőtt ezt a úriember, aki ezt csinálta, kitalálta, nem lehetett. És az úriember ez még most is él, sajnos a nevét nem tudom, de ő ugyanezen az egyetemen tanított, és azért ez egy nagyon híres egyetem ilyen szempontból. De hát ő a főnökünk. Kovács Zoltán, őt lehet, hogy ismerik páran, ő matematika tanárként dolgozott az egyetemen, most kint van, a doktoriát csinálja, nekem nagyon jó barátom, ő fogja össze úgymond névleg a magyarországi csapatot, itt én vagyok látható, én vagyok úgymond a szakmai vezetője a magyarországi csapatnak, mivel Magyarországon folyik a web fejlesztéses része a GeoGebrának, ezért kaptam én ezt a megtisztelő címet, viszont a vezető fejlesztőnk, Mike, ő Angliában van, szintén matek tanár, de tehát, hogyha bármi problémánk van, akkor mindig hozzáfordulunk, mivel a kód az 10 év óta folyamatosan fejlődik, tehát majd mindjárt látunk statisztikákat, hogy ez mekkora kódot jelent. Ugye látjuk, hogy Eclipse-be folyik a fejlesztés egy Java alapon. Igazából, ami ezt a hype-ot okozza a GeoGebra körül, ez én szerintem a felhasználói felület. Tehát én már úgy kerültem oda, hogy ezzel találkoztam. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előnye ennek a szoftvernek, hogy szinte hív magával az, hogy a gyerek vagy a tanár kipróbálja, hogy mi van, hogyha megnyomja ott a gombot, vagy mi történik, ha legördül, és egy olyan kellemes, kényelmes felhasználó felületet biztosít, amire utána órákon és tanítás közben nagyon örömmel támaszkodnak a tanárok és a diákok. Tehát én szerintem ez a fő előnye, amiért ilyen 50 nyelvre lefordított és ilyen nagy mérvű szoftver lett. Itt leírtam pár dolgot, ami érdekes, ugye azért GeoGebra, mert a geometria és az algebrát összesítik. Most az algebra ablapuként épp nem látjuk, de majd lesz olyan dia, ahol láthatjuk. Tehát igazából minden szerkesztés animálható, és megnézhetjük mind számszakilag, mind geometriai nézetbe, hogy néz ki, vagy hogy melyik pont hol van a koordinátarendszerben, rengeteg dolgot kibe kapcsoltunk, tehát egy nagyon kényelmes, és nem akarom itt most mindet felolvasni, de el tudjuk olvasni. Ami érdekes itt ugye, hogy nagyon sok felhasználója van, gigabájtnyi adatforgalom van a szerveren letöltésileg naponta, tehát rengetegen használják még most is. Most Jávában íródott, ugye ez a Compile Once Run Everywhere, ez egy csöndbe jegyzem meg, hogy hülyeség sajnos manapság most már, de akkor még jónak hangzott, most már mi fejlesztők is beláttuk, és Markus is belátta, hogy ugye akkor ez volt a legjobb választás, és viszont ez a korszak, ez lezárulni látszik, mert valószínűleg webes alapra fogjuk átrakni az egészet, ugyanis
Aki Jávába fejlesztett már, az tudja, hogy igen komoly számítástechnikai és programozói tudás kell ahhoz, hogy legalább magát a környezetet összerakjuk, és nem beszélve a problémákról. Mindattól függetlenül én a Jávát azt egy nagyon jó objektumorientált nyelvnek tartom. Szerintem elméletileg talán a legjobb objektumorientált nyelv, gyakorlatban viszont nagyon sok gondunk van vele. Sok díjat nyert, van pólónk is, úgyhogy ez csak egy ilyen kis kényelmes kis dolog. Viszont nem voltunk ugye boldogok, mert hát fejlődik a technológia, és akkor találkoztunk ezekkel a dolgokkal, hogy ugye milyen kényelmes lenne, hogyha megkapja az e-mailt, ugye megkapjuk a mobilunkon az e-mailt, és ott na hát a tanár már megint adott egy szerkesztést, ugyan mi lehet ez, miért ne lehetne ezt kipróbálni ezen a jávás kis alkalmazásunkat. Csak ugye, ha megnézzük a képet, nem tudom, hogy a Justice League az még kinek ugrik be, én gyerekkoromban nagyon szerettem őket olvasgatni képlegényen. Hát itt valaki hiányzik, mégpedig Flash. Ugyanis Flash az Android, illetve az Androidon nem, de az iPad, Apple termékeken sajnos hiányzik. És még hogy Flash nem is említjük, de a Java az minden mobil eszközön, az a fajta Java verzió, amit a GeoGebra használna, a sajnos nem elérhető. Ígérték, hogy majd talán egyszer majd lesz, azóta is az ígéret maradt. Úgyhogy a Flashről beszélnek, hogy hiányzik, a Jáváról nem is beszélnek, de az is hiányzik. Úgyhogy sajnos ezzel kezdenünk kellett valamit. Kettőt nyomtam. És ezért kitaláltuk, hogy akkor menjünk a webre. Első lépése a... Bocsánat, közben itt rosszul megyek, visszamegyek. Igen. Tehát első lépése a webnek az a GeoGebra Tube volt. Ez a YouTube-nak a úgymond másolása. Pontosan ugyanazt csinálja, mint a YouTube. Vannak rajta szerkesztések, amiket meg tudunk nézni, és akkor ki tudják próbálni, keresni lehet rajta mindenféle módon, ugyanúgy, mint a YouTube-on, és tananyagok tárháza, viszont hátránya, ugye Java appletet használ, tudjuk, ez a böngészőbe betölthető plugin, viszont ez a problémája, hogy plugin szükséges, na most a szép iPadünkön a plugint azt hiába hívjuk le, de az Androidon is hiába hívjuk le, mert egyszerűen azt a fajtát azt nem fogja támogatni. Szintén kitaláltuk, hogyha már irány a web, akkor irány a mobil, és ekkor jöttem bele én a képbe, én ekkor már az iPhone-nál dolgoztam egy hasonló jávás rendszerrel, ez a Google Web Toolkit-tal, amelyik egy nagyon jó kliens oldali felhasználói rendszert biztosított, és közben Jávába történt a programozása. Én több nyelven programoztam, a JavaScript a kedvencem, és azt mondom, hogy talán azt ismerem a legjobban, de most már Jávába is úgy kezdek belerázódni. Egész más volt így elsőre, de két év alatt, amíg itt dolgoztam, vagy dolgozom, ebben sikerült beleszokni. És annak a Google Web Toolkit-nak az a lényege, hogy a Java kódot fordítja JavaScript-re, és ezt a JavaScript-et utána, mint bármi más statikus fájlt, felrakhatom egy webszerverre, és akkor ez a webszerver ez szépen mobil eszközökön is elérhetővé teszi a GeoGebra szerkesztésünket, és így az iPad-en is megjelenik az a szerkesztés, amit eddig a Java plugin hiánya miatt nem láthattunk. Mi teszi ezt lehetővé a böngészőbe? Ugye a HTML, megint túlnyomtam, bocsánat. A HTML 5, ugye ez az új remény a böngészőmben. Nagyon sok, biztos sokan ismerik már, ez most már egy eléggé ilyen elterjedt szó a webvilágába. Igazán, ami nekünk fontos, itt az a Canvas nevezetű tag, HTML 5-ös tag, ami ezt a rajzolást lehetővé teszi. Nagyon sok más dolgot is használunk, például kliens oldalon zippeljük ki a GeoGebra fájlokat és tömörítjük be. Tehát igazából amit lehet, vagyis nem amit lehet, gyakorlatilag konkrétan mindent a kliens oldalon művelünk, és mindent HTML 5-ös technológiával, amit eddig a Java az megoldott ugye operációs rendszer szinten. És ez jó is volt egyébként, mert lefordultunk ugye a Java Code JavaScript-re, HTML 5-ös volt, gyorsabb is volt meglepően, mint az asztali verzió, és nem kellett telepíteni. Viszont az volt a probléma, hogyha megnézzük, hogy hány darab Java fájlunk van az eredeti GeoGebra-ba, ugye, hogy fejlesztetjük, ez a fájloknak a száma 4740 darab fájl, ami ez a 1.060, mennyi ez, vagy kell se tudom olvasni. Igen, 1.067.927 sornyi Java kód, amit ugye JavaScript-be átírni, egy az, hogy értelmetlen, másrészt hatalmas nagy munka. Tehát ez 10 éves fejlesztés eredménye, ezzel valamit ki kellett találnunk.
De ez így fejlesztői rémálom volt, így éreztük magunkat körülbelül, amikor ezt így csináltuk. Ugyanis azért, mert amikor valaki belerakott egy kódot a... Itt kimaradt egy ilyen, nem baj, elmondom. Valaki belerakott egy kódot az asztali verzióba, akkor azt, mivel egy SVN fork volt ez a mi verziónk, ezért azt nekünk bele kellett másolni még egyszer, tehát így folyt a fejlesztés, és így mindig le volt maradva az asztali verziótól a webes verzió. Ugye az felhasználók meg szerették volna kapni az új különféle görbéket, meg hasonló matematikai alakzatokat, amik az asztali verzióban már voltak, az iPad-en meg a webes verzióban is. Ezzel kitaláltuk, hogy legyen három projekt ebből, Java projekt, a common, a desktop és a web. És a desktop az gyakorlatilag, és a web is view, tehát nézetek, a common pedig a kernel, amelyikben a matematikai algoritmusok és azok a dolgok vannak, amelyik ezt gyakorlatilag a hátteret adja annak a nézetnek, és így már egy boldog fejlesztői gárda gyűlt össze, ezt tavaly fényképeztük a nagy Linci konferencián. Na most a Common az a Google Web Toolkit által kompatibilis Java futtatási környezet kerül ide, tehát csak olyan osztályokat rakhattunk ide, mivel a Google az ezt nagyon szépen kifejlesztette, de nem minden dolog támogatott fájlkezelést. Tehát olyanok, amiket egyébként is webben elképzelhetetlenek lennének, ilyen megoldása, azok nem fordulnak le. Tehát, hogyha benyomok egy Swing alkalmazást mondjuk Google Web Toolkitbe, akkor az nem fog működni, nagyon sok része nem működik, de az algoritmikus része az működött. És ezért ezt sikerült beleraknunk a Common projektbe, és ezt használta a desktop és a web is, tehát a két view, ezt használta. Ide még odaírtam, hogy Reduce, ez a Reduce, ez a komputer algebrai rendszernek az egyik változata. Igazából ezt is ide raktuk, és így is mind a kettő view olyan bizonyításokat tud csinálni, amit matematikusoknak fontos számunkra, tehát én számomra annyira nem érthető, és ezzel nem is akarok róla beszélni. Viszont azt tudom mondani még, hogy sok absztrakt osztályos interfész van itt, nyilván azokat használja, tehát Java absztrakt osztályos interfész, nyilván azokat használja a desktop és a webprojekt is. Itt a desktopban az, ami maradék volt, ami az eredeti alkalmazásból nem kompatibilis, ugye, a Google Web Toolkit, azt benne hagytuk a desktopba, de nagyon fontos, hogy mivel az absztrakt osztályok ugye különféle absztrakt metódusokat hívnak a Commonból, ezért ott becsomagoltuk az összes natív Java osztály, tehát az AVT-t, a Swinget, Point, Line, stb. A csomó ilyen dolog van, amit be kellett csomagolnunk, hogy a Common az úgy érezze, amikor hív egy algoritmus egy rajzoló rutint, úgy érezze, hogy ő neki mindegy, csak valami kerüljön a képernyőre, ezt így tudtuk megoldani, hogy becsomagoltuk. Tehát ez egy elég komoly munka volt egyébként, ez majdnem egy évig tartott. A webes ugyanez, csak GVT widgetekkel megoldva, tehát a gomb, ami a swinges button vagy e-button, az itt a webes gomb volt, és egyszerűen csak bepárosítottuk azokat a dolgokat, amik ide tartoznak a desktoposból. És itt is szintén, ami érdekes, hogy az IPS nevezetű szintén HTML5 somó HTML5-ös dolgot használó függvénykönyvtárra bontjuk ki a GeoGebra fájlokat, tehát az sincs, hogy ez egy zip fájl egyébként a GeoGebra fájl, amiben van egy XML, meg egy kép, meg ez az, amit használ esetleg a program, és azt is kliens oldalon bontjuk ki, és a canvas teget használja a megjelenítésnél, és ugyanúgy absztrakt osztályokkal megoldva a commonból való kommunikáció. És ez megy föl, ez az egész, amikor lefordul együtt a common és a web, ez megy föl a szerverre, és ezt tudják elérni a felhasználók az iPad-en keresztül. Ekkor jött be a Google a képbe, mi már ekkor teljesen boldog voltunk, hogy ezt meg tudtuk csinálni, és jól is működött, és a Google erre felfigyelt, mivel ő nekik, hát nem tudom, hogy üzletileg nekik ebben milyen filozófiájuk van, ezt a Gáborral így vesézgettük, de amit így tudok, az az, hogy ők összeszedtek egy csomó Chromebookot, talán 1 millió darabot, és azt így kiosztogatták Amerikában meg itt-ott tanároknak, felhasználóknak, gyerekeknek, iskoláknak, és egy ilyen oktatási projektet hoztak gyakorlatilag létre, amiben kellettek nekik oktató programok, nem csak matematikai, hanem egy csomó fajta, és rá felfigyeltek erre a GeoGebra-ra, hogy hát ez már HTML5-ös. Na most a Chromebook, az tudni kell róla, hogy ez egy Linux alap, olyan, mint az Android, egy Linux alap, és fölötte a Chrome operációs rendszer fut, a Chrome böngésző gyakorlatilag. Egyre szebb csillivillizik, tehát most már nem hasonlít annyira úgymond a böngészőre, de a lényege az az. És nincsen semmi plugin, tehát nincs Flash, nincsen Java.
És ezért tetszett nekik, hogy ezt így meg tudjuk oldani. Ugye itt minden, ahol Chrome van, Androidon is lehet már Chrome-ot letölteni, ott elérhető a Chrome appek, amik fönn vannak a Chrome Web Store-ba, és akkor ezért a Google úgy döntött, hogy akkor ő most ezt a projektet támogatja, és nem kevés pénzzel sikerült őket, hát úgymond lehúzni, hála Istennek. És ezért két alkalmazást támogattak. Az egyik volt a GeoGebra Tube, ez gyakorlatilag egy link úgymond, ami azt csinálja, hogy fölmegy a GeoGebra Tube-ra, és akkor onnan tudunk szerkesztéseket választani. Na most a GeoGebra Tube azóta már olyan okos lett, hogy ő érzi úgymond, tehát van egy böngésző vizsgálat, hogy milyen böngészőről nézik, és hogyha nincs hiába engedélyezve a böngészőn, akkor automatikusan mobil verziót adja be. Tehát most már elértünk oda, hogy mind az asztali alkalmazás és a mobil alkalmazás az ugyanazt a funkcionalitást tudja. A GeoGebra, az pedig, tehát az a GeoGebra app, ez pedig egy szerkesztő eszköz, tehát ez magyarul a GeoGebra webes változata. Hogyha lenne internet, akkor be tudnánk írni, hogy geogebraweb.appspot.com. Ez a Google-nek a saját szervere. Ilyen bárkinek lehet, tehát otthon, akinek gmail-es e-mail címe van, az kényelmesen csinálhat ilyet. A miénk egy kicsit turbozott verzió, mert nyilván mi megkértük őket, hogy figyeljetek, már adjatok már még egy kis tárhelyet, meg ezt, meg azt, meg amazt, és akkor ezt adtak. De ennek azért nagyon jó, azért nem érdemes hostolni saját szerveren ilyet, mert ők ilyen cloud computing dologba gondolkoznak, és gyakorlatilag ahonnan a világ bármely tárjáról rántják le ezt az alkalmazást, vagy használják, mindjárt mondom, hogy még ez miért fontos, az iszonyatosan nagy sebességgel, és nem úgy skálázódik, mint a normál alkalmazások, hanem gyakorlatilag az, hogy egy vagy száz lekérdezés, vagy ezer lekérdezés, vagy bármennyi, ezzel a cloud computing-gal meg tudták úgy oldani, meg a szinkronizációt, hogy egy nagyon gyors rendszert kapunk így háttérbe. Tehát ez nagyon jó. És ezt még megspékeltük azzal, hogy a Google Drive-ot beleraktuk ebbe a képbe. Ezt nem tudom, ki ismeri, vagy ki használta. Ez a Google Docs-nak a továbbfejlesztett változat, ugye eddig dokumentumokat tudtunk használni, most már Google Drive-nak hívják, ahol nem csak dokumentumok, hanem különféle fájlok, videók, stb. MP3, ami tetszik, belerántom, és akkor ott fönt én tudom kezelgetni. Mindenkinek van, akinek gmail-es címe van, 5 giga, azt hiszem 5 giga tárhelye. Ezt egy jávás SDK, tehát fejlesztői környezet, nem csak jávás van, van Python, meg azt hiszem PHP is van, de mi a jávásat használtuk, amely jávásak vagyunk, és ezt egy olyan hátsó háttérsz környezet biztosítja, gyakorlatilag ezek szervletek, ami fönt fut a appspot.com-on, és akkor utána onnan kommunikál a Google Drive-unkkal, tehát gyakorlatilag ilyen dupla kommunikáció zajlik, de aránylag kényelmesen megérthető. Kicsit a fejlesztés először olyan nehézkes volt, de utána végül is rájöttünk, hogy működik, és akkor ikonokat tudunk regisztrálni, és azt mondom, hogy én akkor a GeoGebrás kis alkalmazásom, de hogyha csinálunk egy saját alkalmazást, akkor az csak rajtunk áll, hogy ez milyen ikonja lesz, mit nyit meg, hogyan menti el, stb. A Google Drive adja hozzá ezt a fejlesztői környezetet. Jó, és hogyha beírjuk ezt, akkor ugye az történik, hogy engedélyt kér ahhoz, hogy a gmail-es címünket és adatainkat használhassa. Hogyha ezt mi megadjuk neki, a GeoGebra webnek, akkor csinálhatunk szerkesztéseket. Ez pontosan ugyanaz, mint az asztali verzió. Most már itt látszik ugye a Algebra ablak is, ott oldalt látható. És nyugodtan, hogyha dinamikus az egész, tehát ha húzgáljuk, csináljuk a új szerkesztéseket, akkor nagyon szépen látjuk a változásokat mindkét ablakban, és fönt az eszközöket pedig kényelmesen tudjuk kezelni, gyorsabb, mint az asztali verzió, megdöbbentően, és tényleg nagyon jól használható, elnevezhető, adunk neki fájlnevet, és akkor utána megjelenik fönt, hogy most már el van mentve, ugye az én e-mail címemen van elmentve, és megoszthatjuk ugye a társainkkal, a barátainkkal. Tehát ez azért jó, mert csinálunk egy szerkesztést, és akkor azt mondom, hogy akkor én megosztom vele, meg vele, meg vele, ugyanúgy működik, mint a Gmail, de amikor belinkelem, vagy beírom a címzeteket, és akkor utána ő megkapja levélbe azt, hogy nézd már meg ezt a szerkesztést, ezt én csináltam, vagy a tanár, vagy a diák. És így összegzésként
ugye működik a Chromebookba, így néz ki a Chromebook. Igazából ez egy netbook, annyi a különbség, két gyártó van, az egyik a Samsung, a másikat azt nem tudom, és lényeg az, hogy ha becsukjuk, akkor van rajta egy Chrome jel, ami a böngészőnek, tehát semmi extra, de egy nagyon jó kis eszköz, nagyon hosszú élettartalma van, és tényleg én nagyon szeretem használni, mondjuk én csak tesztelésre kaptam, de ajánlani tudom csak mindenkinek, nem csak tesztelésre használom. És azon gondolkozunk, tehát az a lényeg ennek az előadásnak, hogy ahol van Gmail, ugye ott van GeoGebra is, viszont ugye a mobil verzió az még egy kérdőjel. Azért kérdőjel, mert az, hogy Touch-ra optimalizáljunk valamit, az egy teljesen más tészta és teljesen más dolog, mint egy egéres eszközre optimalizál. Arról nem is beszélve, hogy ugye az iPadnál annál még ugye elfogadjuk a méretet, de egy androidos telefonnál annál fontos, hogy kényelmesen kézre essen, alul legyenek a gombok, stb. Tehát ez egy külön szakma, hogy mobilra hogy tudjuk optimalizálni. És ezért ezt egy Kickstarter projekttel indítottuk el. Nekünk már vannak elképzeléseink, gyakorlatilag mivel a JavaScript verzió megvan, vannak erre eszközök, például a PhoneGap, nem tudom, hallott-e már valaki, hogy ezt így összetömörítsük és natív alkalmazásként használjuk, de még addig nem akarjuk megcsinálni, amíg esetleg valaki nagyon meg nem támogatja ezt a projektet még mellé, úgyhogy mindenkinek, aki tudom csak ajánlani, tehát aki programozni szeretne, annak nagyon tudom ajánlani a geogebra.org-ot, hogy nézze meg, és akkor esetleg próbálkozzon. Aki pedig támogatni szeretne minket, az a kickstarter.com-nak ezt az URL-jét beírja, és akkor esetleg ott lesz az iPad app, iPad alkalmazást, azt tudja támogatni. Gyakorlatilag ennyit tudok így erről mondani.